Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Kelenföldről, és itt fogom megvárni a Pécsi Intercity vonatot. És a végső úti cél az Split lesz, de előbb el kell jussak Eszékig, mert ott tudok felszállni a vonatra. Na, éppen megy ki a Szent Istvános vonat, az meg pont érik, mert holnap augusztus 20-a lesz. Úgyhogy ez most pont jól jött. S40-es személyvonat érkezik Budapest déli pályaudvar felől a 6. vágányra is, indul tovább 13 óra 57 perckor ért felsőn állt Szabolcsra. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll, vágányra is indul tovább 14 óra 10 perckor 60-on át Miskolc-Tiszai pályaudvarra. Közforgalmi útvonalon mindjárt indulunk, akkor Pélmonos tortára. Éppen sikerült elérni. Pont valami 6 percet késett az Intercity, úgyhogy volt 2 perc átszállni, de sikerült. Mindjárt indulunk. Ahogy látom, nem kellett volna annyira sietni, mert még most se indultunk el. De hát az a biztos, hogyha már rajta vagyok. Innen Pélmonostól, és akkor még egyszer át kell szállni a székfele, de ott már nem ennyire kicentizett a dolog, az menni fog remélhetőleg, annyi csak nem később ezen a rövid úton. Meg ráadásul sok a feltételes megálló, úgyhogy itt be tudja hozni. Feltéve, hogy mi nem akarnak ott leszállni. És akkor Pélmonostól. Most már csak meg kell várni a vonatot, ami majd Eszékre jön. Az már csak később fog beérkezni, és majd innen fog visszaindulni. Hát itt van a vasútállomás, de csak így ennyire fényképezek, mert ha itt az állomás területén nem szabad videózni, legalábbis azt mondták itt a személyi vizsgálatnál. Egyébként ott áll két busz, meg a helyi buszpályaudvar is itt van. És hát itt más a környéken nincsen. Itt egy utcával arra van még egy kiállított vonat, de azt már múltkor megnéztem. És ott van a Desiro, amivel jöttünk. Ez pedig az állomás épület. És majd a székre is innen fog jönni a vonat. Hát nyilván amelyik a másik irányból megérkezik, az lesz az. Megvárjuk, elvileg egy olyan 20 perc múlva kéne indulnia. És egy körülbelül fél órás menetidőben lesz. És akkor egy horvát motorkocsi. Így néz ki, és akkor ezzel Eszékre. 49-kor indulunk, így körülbelül fél óra menetidő, de 19-19-re kéne menetlen szerint beírni. Központi ajtózárás egyébként van. Aha, és WC is van, de mindjárt megnézzük. Így de büdös van. Na mindegy, de egy kis WC-vel meg kell látogassam ezt a helyiséget, úgyhogy nagy levegővel majd megoldjuk. És ez már a vezetőfülke lesz, ha jól sejtem. Ilyenek az ülések. És így néz ki kívülről. Mondjuk az ajtó kicsit csálénál. Nyílt rendszerű, meg kell várni, ameddig elindul. És bizony, a vezér már előre jött, úgyhogy szerintem hamarosan rajt. Menetrend szerint 49-kor kell indulnunk, és már 48 lesz mindjárt, úgyhogy hamarosan indulunk, és hát jártok. Pélmonostól, mert arra fele fogunk tovább menni. Itt már rajtolt. Tehát van bent egy tehermát, és egyébként ez is vasúti épület volt. A vakolat dísz látszik rajta, és ez pedig a Pélmonostori állomás épület. Hát a jelzőre nem látok rá, mikor állítják szabadra. De a motorhanggal majd kíváncsi vagyok, mikor neki lódulunk. Mindjárt indulunk. Hát most fognak meneszteni.
Dombóvárka egyébként esett is az eső. Azzal fogunk tovább menni? Azzal megyünk majd tovább szközben. Aha. Jó. Ez a kocsi lesz itt a milyen? Itt szemben. Ez a BCR kocsi lesz milyen? Akkor tudjuk, hogy... Ugye, merre, gyere. Jó, menjünk. Ja, közben megérkeztem a székre, úgyhogy... Hello, hello, sziasztok. Csatlakozunk a csapat többi tagjához. Hát mi már kb. Délóta. Sebi és adott a szád? Akkor meg. Na hát akkor menjünk. Azért mondom, mi már kb. Délóta. Ez lenne az állomás épület? Ez csak felújítás alatt. Ja, hát gondoltam, hogy nem ilyen robos úgy alapból. Ja. Jó. Tehát akkor a vonatot azt már megmutattam, amivel tovább fogunk menni. De az majd körülbelül egy olyan 40 perc múlva. Jó napot, és akkor... Ádámok és Sebi. Jó estét, csapat többi tagja. Jó estét, jó szurkolást. Már ugyan valami. Nem meg az anyú még ilyen rájtott. Hoppá. Úgy látom már. Van a szörpöttanak. Ja. Akkor mosni. Indulás előtt teszik. Vasútállomás. Meg 13 perc indulás előtt. És ez a mi vagonunk. Másodosztályú hálókocsi. És hát fekvőhelyes. Hálókocsi az működ. Itt van az állomás épület, amit éppen átépítenek. És egy dízel mozdony van rajtunk. Itt ezek szerintem ezek izék, sebességváltósok. Milyen kis ilyen, csak mutatom a hálókocsit. A milyen kis ilyen, csak ott nincs felkapcsolva a villany. Ja, nem ott a csomagtartó. És háromszor hármas ágyak. Középső, alsó, felső, királyász. Királyász, igen, minden megvan. Ez mondjuk nem a miénk. Hanem egyen odébb. Ez a sebélyéké, de a miénk is így néz ki, úgyhogy most ezen megmutatom. Úgy szerintem még kapni utizásra. Ja, megvan. De ti is ne aggódjatok. Meg... Látok, hányan vannak? Házi különös. Ketten vannak még nálunk. Még ketten biztos jönnek majd ott közben valahol. Itt még három Három és, három. És igen, itt lehet a hangos, meg fűtést is be lehet kapcsolni, bár arra most nincs szükség. Ez érdekes. Vagy lehet, hogy valaki csak létre jön. Nincsen, de lehúzható ablak az van. És indulunk. Honci! Hey! Ilyen motorkocsival jöttem. Igen, igen. Hát ez a működik a klíma. És megyünk vele. Hol az a fogó? És egy dízel mozdony van rajtunk, ami a Kennedynek a kis testvére. Nem Kennedy. Az meg ott a buszpályaudvar lenne? Aha, a falriva, akkor az a buszpályaudvar. Félen is ilyen van. Hát ennél azért kisebb. Kisebb, de ilyen jellegű. És elhagyjuk a széket. Így csak a mozdony. És a mozdony után mi első kocsi a büfé kocsi. Meglátogattuk a Görkosvárt.
ilyen kulcs szokott lenni, hogy ha étkező kocsit tesznek a vonatra, akkor azért az utas látogassa meg. Ha veszi a fáradtságot a vasútársaság, hogy étkező kocsit rak le. Úgyhogy vettünk két. Milyen sör ez? Ja, ez ismerem ezt a holbácsiat, ez jó. Kozuiszkó. Megvettem két croissant, az nagyjából az a vacsora. Neked kell jég a sörbe? Igen. Fizezzük a sört. Aha. Fizezzük a sört. Jó legyen. Hát ilyen 107 kuna volt mindez. Két sör, két jéggel, meg két croissant. Úgyhogy ez elég drága kör volt. Hát akkor kocs. Egészséges, biztonságos sokat elszprint. Nem, majd reggelig megérkezünk szintbe. És ne késünk sokat. Mikor reggel 9-kor érkezünk meg? 8.42-re jövünk, mert nem hát akkor lesz darabja. És akkor így néz ki a gőn kocsma, csak hogy ezt is megmutassuk. Két hagyott egy papucsot, vagy nem. Rám kicsi. Ugye még a horvát meppet is hallgattuk. Mutasd is semmi kicsit. Igen, itt van semmi. Haladunk itt valahol az éjszakában, és kicsit még a használt közelébe vagyunk, még fogjuk a magyart is. Az egy vonalban halkán nyalakodunk. Tehát, hogy azt érdemel, hogy meg is megvan itt Koskánál, és itt volt az Donnyi Mihónak, ahová szintén volt egy... Semmi. Ami szerintem nem láttam a nevegyőre. Szerintem nem láttam a nevegyőre. Igen, lassítom. Tehát ide is jött már át korábban is egy... Ez még bejáradásra már is eljétől. The next day. 6 óra. 32 perc. És már reggel van. Így elsőn nézzük. Pedig az előbb szépen visított itt a kerék abba az ívbe. Thank you.
Hát itt nem kedik a nyomkali már. Ez milyen motor van ott, ami mellettünk van? De milyen fajta? Azt látom, hogy Zágrában megy. Ennyit még én is értek a kijelzőből. Kamberolt, Lupsics. Két is videózott. Ez a helyi 25-ös váltó. Akkor megérkeztünk Splitre. Megnézzük azt a kijelzőt is. Akkor a Spliti állomás, csak ezt is nézzük. Egyébként ott van az állomás épület, majd arra kell menni. De csak a körbejárást sikerült itt lefilmezni. És hát akkor gyerünk tovább. Hát aztán majd, de úgy látom, hogy esti is van, ezt is megnézhetjük, enni, inni, valamit lehet ott. Ja, itt vannak a peronok. Igen. 3-4-5-ös vágány. Mutasd meg, ez volt a vagonunk. Hát ezzel jöttünk, de hát ezt már mutattam eszéken. Ja, de most egy jobban. Igen. És látszik, most már Splitbe is mutatunk. Itt van a szerelvény, hát ugye lejárt róla a mozdony, de szerintem mindjárt visszajön. Na, jön. Hallom is a hangját, és akkor valószínűleg ki fogja húzni. Pestinek már be kellett volna érni, az az ilyen. Fél órával korábban kellett volna idérnie, mint mi.
teljesen ős volt a pecs. Most már megtaláltuk a lestit. Nem tehetek róla, nekem nincs apromba. Honnan a faszik? Semmi, szolmizáljuk, mit is szó? Mikó mi? Fordíts meg, hogy lássuk. Lájtos van. Ja, a vesebosója, tiéd a vesebosó. Vagy ha akkor is nyelven nézzük buszik. Amúgy poharat nem kapunk hozzá, csak úgy kérdezek. Hát nem kértünk, minek az? Meg vagyunk nélküle. És már jött is a nagy zuhé. Nem, hogy még itt vagyunk a lapba. És hogy leszakadt az ég? Megisztuk a sört, azt megyünk tudatni. Most úgy néz ki, mint egy TV antenna. És milyen tulajdonképpen? Milyen koktél? Zombi? Zombi koktél. Ja, mert nekem is van egy, mert nekem is kértél egyet. Bár nem mondtam, hogy kértél, de kértél, de úgyhogy most megisztunk. De ez viszont egyszer, de az Újpest meg a Fradi. Hát úgy nem rossz. Ízre nem rossz. Ja, meg közben mindig szakad az eső. Bár most meg kicsit alább hagyott, úgyhogy... Csak bemenekültünk ide az eső elő. Visszaértünk a vasútállomásra, körülbelül egy óra múlva indulunk tovább Zágrábba. Aztán Zágrában lesz még 4 óránk, és akkor ott átszállunk, bár már olyan vonaton, amivel közvetlenül Budapestre tudunk menni. Egyébként a vonatunk már bejött, már az előbb hozták be. De még körbe fog járni a két mozdony, ami hozta. Hallottak is a hangom, hogy ilyen körbe, úgyhogy... Na közben még meg kellett fejni a villanyzsidót is, mert elfogytunk a készpénzből, és a büfékocsiba csak közé KP-val lehet fizetni. Úgyhogy még venni kellett föl Kunát is. De innen már nagyjából megvagyunk, mert körülbelül egy óra múlva indul a vonat. Aztán azzal megyünk is vissza. Ja, és közben mindjárt jön majd vissza. Körülbelül a két. Jó, most fog körbe járni mindjárt. Csak amelyik az átkorul a harmadik lesz. Hát az innen pont nem látszik. Hát a végén van. Nem, az a vagon nem látszik, amiben mi leszünk, de ez az. Nekem mondjuk, hogy a mi vagonunk előtt van az étkező, vagy a büfékocsina. Nem kell sokat... És itt látjátok, hogy 22.06-kor fog indulni. És immáron a vonaton. Ez a mi fülkénk. 6 személyes. Négyen vagyunk. Úgyhogy el fogunk férni, de még eltűnőleg nem akar Zágrábig ide senki felszállni. Jó. Hát ennyi, várjuk az indulást, aztán hajrá, Zágrábig itt el leszünk. Reméljük. Ezek az ülések amúgy kényelmesek. Igen. Elég szélesek. Megmutatom a vagont is, bár ugye hasonlókat már láttunk, így néz ki. The next day. Szerintétek mindjárt 6 óra van, közben aludtunk egyet a vonaton. És például mindig nem értünk Zágrába, van rajtunk vagy 40 perc kicsis. Bemaradunk, és elég ködös időre ébredtünk. Hát előbb-utóbb megérkezünk Zágrába. És jön egy állás. Közben már Zágráb. Késünk vagy 3-4 órát, de itt vagyunk. És még rá is érünk, itt van mellettünk. Egy horvát fölött. Ez a horvátok fölöttje. És elővárosi. És akkor... Ez volt a mi vagonunk. Kiállított gőzös, ez most is megvan. Ez már 4 évvel ezelőtt is tudjuk ide húzni. És innen mennek az állomás előtt a villamosok. Vonatunk 10 óra 5-kor indul. Na, itt áll már benne a vonatunk, ezzel fogunk majd menni. Már mint ezzel a másik, a motorvonatunk csak azért állt, hogy nem tudjuk ide hozni. Budapest
4 Dalaskom 9.35 minuta, kasnije Dalaskom 15 minuta. Putni šlak je zaboka Zaprešića s redovitim dolaskom u 9.35 minuta, kasnije od dolaska 15 minuta. I nije s njima što Zagrebi, ali maš, što vam i beš monta. Putni šlak se Svete Dugo se ustaje na priča peronu četvrtom kolosijeku putničke lastice. Svete Dugo se ustaje na priča peronu četvrtom kolosijeku, polazio 9.31 minuta. És közben felszálltunk a vonatra, elfoglaltuk a helyünket. Van konnektor, igaz, hogy csak egy. De megtoltuk kettőbe. De ott lehet a feltölteni valókat tölteni, igen, van egy elosztó. Így már egyszerre kettőt tudunk tölteni. Jó, Ádám is itt van, csak éppen bagózik lenne a peronon. De majd jön. Van fejlődés. Itt végül is elhagy helyünket, hát most már úgy átszállás nélkül megyünk Pestig ezzel a... Mm-hmm. Meg vagyunk mindennyien, ez ma az utolsó etap, innen már csak haza. Na jó, előbb-utóbb haza is érünk. Reméljük. Ja, legalábbis nekünk, igen, mert igen. Innen nekem már csak a villamosnak kell Kelenföldön átszállni. Egy buszra, meg mondjuk nagyon most kettő buszra. Még két és fél. És közben már megérkeztünk újra Magyarországon, ahol is egy ékény este. Meg volt a mozdonycsere, most már ezzel megyünk tovább. Közben érkezett egy személyvonat is, szintén Cirmossal. Ennyi ma, minden ott. Mi csinálsz? Rohadt még ezt. Ja, mert ott van ilyen, mi a kajádat? Te rám jön, nem a izére. Hát ne add neki oda. Ja. És itt akár csak Komáriba, itt is két állomás épület van. Ott van a másik. De az csak a forgalmi, és itt van a válóteren, meg a egy jó ezek szerint. Meg a Bécsnál. Igen. Hát én ugye Komáriba már nem jár vonat, de ott is két állomás épület van. Hát akkor akár vissza is lehet szállni, végül is megvan a lényeg. Ugye innen már magyar mozdony. Aha. Lejár a Szili. És akkor már nagy kanizsa. Még egy mozdony csere, meg még kaptunk egy pár vagont is mellé. Jön a 4-es taxi. Jön a 4-es taxi. Érkezünk, itt vagyunk, már Velencét elhagytuk, már 30-as vonalon robogunk vissza. Úgyhogy innen majd mindenki hazamegy valahogy, ahogy tud. Az ki, hogy ahogy tud. Hát nekünk semmivel könnyű dolgunk lesz innen már Pestől. Egy busz, egy izé. Hát ti meg még vonatoztok egy kicsit. Jó, csak egy kicsit. Kicsit ráhúzva. Nem csak egy picit. De hát összességében azért megérte elmenni, nem? Mindenki szerint is nagyon jó. Amiért mentünk, az meglett, igen, nem? Hát mindent megcsináltuk. Ja. Fütödni is sikerült, Trainspottingolni is sikerült, Eszéken is sikerült, hát igaz, de nektek főleg ott bejárni Eszéket, nekem mondjuk nem. Nekem egy órám sem volt rá. Hát nem baj, jó. De az észműtet azt láttuk. Igen. A legközelebb meg így meg is járjuk. Legközelebb egy kiszabad napot. Legközelebb majd úgy megyek Eszékre villamosozni. Úgy. És akkor már sima vid lesz az is. Sima libo. Meg neked Eszékre azért látjuk, hogy ezért ki lehet menni viszonylag egyszerűen. Bizony. És én a videt, és sikerült mindent videózni akkor. Ott is, meg splitben is, hogyha végül is, amilyen mentünk, az meg volt. Az jön neki is ez volna 5 órát. Hát, jó, hogy nem azzal mentünk, pedig az lett volna közvetlen. Milyen jó, hogy nem azzal mentünk. Az is volt az előtt, hogy meg a szerencsénket. Ja. Igen, mert a már egyik a más tartott, hogy basztok egy több kocsit rátenni. Ez nem volt már hely rajta. Hát azt megúsztuk. Ez azért szép volt. Jó, hogy nem azzal mentünk, de tényleg évek alatt is kijöttük. Hát büdös kurva anyát biztos elhangzott volna. Hát az tuti. Vagy több. Az ott aztán ott volna mindennek, közben ott megint elment egy vonat. Na, volt egy BHV. Hova ment az, ezért fül a helyett? Vagy Göcsei volt, vagy izé, Bagony. Na, a végén volt egy IC plusz biciklis. Az lehet. Általában ide fölöttek szoktak rohangálni a Velencei tól. Ajka, ajka, ajkai, az idő lesz. Akkor ez egy ilyen ügyen. Akkor vagy a Göcsei pótó. Ja. És mindannyian a Kelenföldön fogunk leszállni, az meg hamarosan jönni fog. Jön, mint a szlávi lesz. Ja, még az, még ott van egy telefontöltő. Na, tehát lassan szedelőzködhetünk. Ez meg melyik Badaska, vagy Pettent? Pettent. Pettent Station Hub-ban. Ja. Akkor még utána jön Badaska, meg Tárnak, meg Malton vásár, meg még tudom, és még minden. Hát meg az éltek.
Az érdek érzelem? A közérdek. A közérdek. Alsó-felső királya, az liget, mindenféle érdek. Ami csak van. Több érdek. Igen. De utána már Budapest. Akkor lehet, hogy Kelepföldön még jelentkezik, de lehet, hogy már nem.